5 kötelező nyilvántartás, amit a GDPR előír. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Mint azt már többször mondtam, az uniós adatvédelmi törvény annak bizonyítására, hogy törvényszerűen, rendesen kezeljük a személyes adatokat, nyilvántartási kötelezettséget ír elő. Hogy egy kicsit segítsek mindenkinek, elmondok 5 nyilvántartást, amit kötelezővé tesz az uniós adatvédelem. De még mielőtt belekezdek ezek felsorolásába, gyorsan hozzáteszem, hogy az uniós adatvédelmi törvény arról is rendelkezik, hogy milyen kötelező tartalmi elemeknek kell megjelenni ezekben a nyilvántartásokban. Ezért többek között fel kell tüntetni az adott cég, szervezet, társaság adatvédelmi felelősének nevét és elérhetőségét is minden nyilvántartásba, valamint a nyilvántartást vezető személyek nevét és azok elérhetőségét is, hogy ezt is hivatalossá tegyék, és ezeken elérhetőek legyenek. Valamint a szabályzatba vagy külön egy nyilvántartásba, ha valakinek túl sok nyilvántartása van, azt is rögzíteni kell, hogy ezeket a nyilvántartásokat hol vezetik, hol tárolják, és hogyan őrzik meg, védik illetéktelen hozzáférés ellen. De ezek után vágjunk is bele konkrétan. Első, incidenskezelés. Ugye az adatvédelmi törvény előírja, hogy minden egyes incidensről, ami az adatkezelők tudomására jut, azonnal, de legkésőbb 72 órán belül bejelentési kötelezettségük van, azaz be kell jelenteni az adott hatóságnak, jelen pillanatban NAIH-nak. Ez a 72 óra ez azért van, mert az egyes incidenseknél azt is el kell dönteni, hogy ezek az incidensek milyen súlyúak, hogy bejelentés kötelesek, vagy helyben le lehet reagálni egy-két adatot érint csak, ami nem súlyos adatvédelmi incidens. Nyilván a súlyosakat azokat azonnal be kell jelenteni, a nem súlyosnak nyilvánítottakat viszont nem. De attól függetlenül, hogy melyik kategóriába is tartozik, az incidens kezelés nyilvántartásába mindegyiket bele kell venni. Tehát azt is, ami mondjuk csak egy belépő kártya, ami egyébként 2 napra rá megkerült, attól függetlenül fel kell venni a nyilvántartásba. Második, adattovábbítás nyilvántartása. Minden cégnél előfordul olyan adattovábbítás, ami a szerződéses jogviszonyon vagy a törvényi előíráson kívül szükséges. Azaz egyik körbe se tartozik bele, így azokat nyilván kell tartani. Tehát ha valami szerződésen alapuló adattovábbítás, akkor nyilván arról nem kell, ha törvény írja elő, akkor arról se kell, de a szerződés esetében is lehetnek olyan adattovábbítások, mint például belépési engedély kérése. Ha belépési engedélyt kérnek a szerződő felek egymástól, vagy az egyik a másiktól, attól függetlenül, hogy ez a szerződésben benne van, hogy neki a belépéshez belépési engedélyt kell kérnie, a másik félnek meg elküldeni elszükséges adatokat, ettől függetlenül fel kell vezetni a nyilvántartásba, hogy ekkor és ekkor nagyobb mennyiségű személyes adatot adott át, hogy belépési engedélyt kérjen. Tehát ezt az adattovábbítást mindenképpen vezetnie kell, mind azoknál az adatoknál, amik semmilyen jog alapja nincsen, tehát így értve, hogy se szerződés, se törvényi előírás, de mégis valami miatt továbbítania kell, és a szerződéseseknél is a nagyobb mennyiségű adattovábbítást, ami pluszba esetleg nem indokolt, vagy kiváltható, vagy szerződésen felüli, azokat is mind-mind rögzíteni kell ebben a nyilvántartásba. Harmadik, megkeresések, hatósági megkeresések nyilvántartása. Minden cégnél, szervezetnél előfordulnak olyan esetek, amikor megkeresik valamilyen adat egyeztetés, adatkérés, vagy hatósági vizsgálat ürügyén, vagy avval kapcsolatban. Esetleg a valamelyik illetékes hatóság, TB, vagy
NAIH, vagy NAV, vagy bárki kér tőlük valamilyen adatot egyeztetésre, vagy csak egy egyszerű választ várnak tőlük, vagy esetleg a rendőrség valamilyen ügyből kifolyólag egy kérdést feltesz, akkor ezeket mind-mind nyilván kell tartani. Tehát ehhez kell ez a nyilvántartás, ebbe kell vezetni ezeket. Negyedik, személyes adatok módosításának, helyesbítésének, zárolásának, törlésének nyilvántartása. A GDPR által előírt jogorvoslati lehetőségek mindegyikét nyilván kell tartani. Tehát ha bármelyiket kérik ezekből, bármi történik, bármit végre kell hajtani az adott szervezetnek, társaságnak, cégnek, akkor ezt fel kell vezetnie a nyilvántartásába. Ötödik, előzetes hatásvizsgálat nyilvántartása. Az uniós adatvédelmi törvény sok esetben előírja az előzetes hatásvizsgálatot. Azaz, az egyes cégeknek mérlegelnie kell az adatkezelés mennyisége, az érintett adatok mennyisége, az adatkezelés körülménye, az adatkezeléshez használt eszközök esetében, hogy milyen védelmet, hogyan kell, ki kezelheti, ki férhet hozzá. Ezeket egy hatásvizsgálattal kell lefedni, azaz az adatvédelmi felelősnek ezt az előzetes hatásvizsgálatot el kell végeznie, erről nyilvántartást kell vezetnie. Nyilván, hogyha minden rendben van, akkor elkezdik azt az adatkezelést, amennyiben nincs, akkor meg, ahogy ezt korábban mondtam, ha nagy a maradványkockázat, akkor az illetékes hatósághoz kell fordulni állásfoglalásért. De minden esetben fel kell tüntetni a hatásvizsgálatot ebben a nyilvántartásban. És most is, hogy legyen egy kis plusz, ami ugyan nem kötelező, de erősen ajánlott adatkezelés, ezért mondok néhányat. Akkor a sorba a hatodik, az az eltévedt megkeresések nyilvántartása. Minden eltévedt, rossz helyre címzett megkeresést, vagy személyes adatot tartalmazó levelet nyilvántartásba kell venni, és postafordultával, vagy ha ez e-mailbe történt, akkor azonnal vissza kell küldeni a feladónak, tájékoztatva arról, hogy ez téves volt, nem jó helyre címezte. Hetedik, ami szintén ajánlott, az a remélhetőleg erre senkinek sincs szüksége, az a munkahelyi balesetek nyilvántartása. Értendő ez alatt. Amennyiben egy adott társaságnál, cégnél, szervezetnél bármilyen munkahelyi baleset történik, vagy a munkavállalót éri baleset, vagy a munkaterületen egy külső személyt ér baleset, vagy a tevékenységi területén történik valamilyen baleset, aminek a kivizsgálásába részt kell vennie, akkor ezt nyilvántartásba kell venni. Ugyanis ezen balesetek kivizsgálása esetén mindig több személyes adatot kell fölvenni, sok esetben még esetleg orvosi adatokat is megismernek az adatkezelők, amikor ezt a vizsgálatot lezárják. És még folytathatnám a sort hosszan-hosszan, az egyes hozzájárulások, tájékoztatások, titoktartási nyilatkozatok nyilvántartásaival. És még ki tudja, milyen cégnek milyen nyilvántartásra van szüksége, ezt nyilván mindenkinek fel kell mérnie az adatkezelésétől függően. Köszönöm a figyelmet, remélem most is segítettem valamelyest az adatkezelési szabályzat vagy az adatok helyes kezelésébe. Amennyiben kíváncsiak vagytok a folytatásra, kérlek iratkozzatok föl!